Yeah. go find Don't gotta play pretend, boy. I think you know. Don't get caught up in your head. Take off all your clothes. I only need you in my bed. When we finish, you can get up. You can hit the road. Don't forget to lose my number. We are not that close. Man. Don't buck at me, keep him on a leash Better come soon when you play your hand And the ace of spades, yeah, you're lost again Get out my way, boy, you should know it That's an anagram. They know my name. Sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Hello, 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 hello. Nincs meg a neszeszerem, de sehol nem találom konkrétan. Jaj, Istenem! Mennyi probléma! Na mindegy, ma már képzétek el, hogy kipakolás következik az éből a dobozokból, meg zsákokból. Egy zsákot már meg is szüntettem, hát ez nagyon izgalmas. Úgyhogy, ja, Megsérült az újabbib is lett. <laughs> Na jó, az így. <laughs> Viszont jobb lett a kamera kép, nem? Kicsit jobb színe van a falnak is, meg nekem is. Egy picit, minthogyha természetesebb lenne szerintem, de nem esküszöm megre. De, mintha sikerült volna egy picit ö, élethűbb képet nem a kamerára, úgyhogy ö, Úgyhogy szerintem is sokkal jobb lett. Na, majd meglátjuk, hogy ez hosszú távon, de még mindig sárga a hajam, szóval ez valami nem stimmel, látjátok? Na mindegy, majd itt, hogyha a fények rendeződnek, akkor gondolom faszányosabb lesz a téma, hogy nem kell aggódni, előbb-utóbb úgyis lesz belőle valami. Tudtam most az összes dobozt, és egyszerűen nem találtam meg a neszeszeremet. És így, what? Hogy? Miért? Na mindegy, úgyhogy egyelőre ennyi akkor elkezdtem végre vastabletát szedni. És mintha már most érezném, lehet, hogy ez még csak ilyen... Ez még csak ilyen... Ö, nem is tudom, mi az. Placebo, Ah, igen. Hú, uh, de sokat gondolkodtam a szóban. Szóval lehet, hogy ez még csak ilyen placebo, de mintha kevesebb ö, hajat is láttam volna, hogy a fésűben, mint a kevésbé hullana, vagy nem tudom. De hát majd kiderül, ugye. Miért néz ki zöldnek a hajam? Nagyon vicces, ahol ősz, vagyok, fú zöldnek. néz ki most. Szerintem a függöny miatt. Na mindegy, majd más színű függönyt kell ide kerítenem. Azt hiszem nem zöldet, és akkor sárga Nem, azért mert zöld a függönyöm. Ami csak így rá van izélve az ablakra, ilyen zöld, látod? Nyom, 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 nyom. Ne sze, szer! Uh. Nagyon szépen köszönöm, David, a csírt. Köszi, köszi. Úgyhogy még egy csomó minden feladat vár, de kész vannak a szekrények, szóval el lehet pakolni végre mindent a dobozokból és zsákokból. Ennek kifejezetten örülök, maradjunk ennyiben. Ö, fasza, hogy végre nem zsákos danna leszek. A fehér nemüket már ki is pakoltam ma reggel, nem tudtam nagyon tovább aludni. És így, na jó, mondom, akkor fel felkelek, pakolok. Egyszer úgy is készen kell lennie. Ebéd készítés, hát az nálam még a a híre hanva sem Ö, valószínű, hogy ebéd készítésen gondolkodjak, vagy megközelítsem ilyen célzattal a konyhát, nem olyan állapotokban van, úgyhogy ez nekem, ez nekem ilyen halott ügy teljes mértékben, de igyekszem haladni mindennel, igazából az a jó, hogyha a nappalit, csak a ruháim, tudjátok, a ruháim legyenek Hozzáférhetőek, és akkor, és akkor utána majd jöhet valamikor a konyha. Teljesen jó. Medve nincs ott? Nem, azt tudom, melyik zsákban vannak a, most a poncsóim, úgyhogy fogalmam sincs semmiről, srácok. Ötletem sincs, hogy mihol van, minden van valahol. Majd, hogyha elkezdtem kipakolni a zsákokat, akkor előbb-utóbb majd Siba fog visszakerülni a székemre. Szerintem majd előkerül, így van. Így van. E, ma a ruhák a cél. Ma a ruhák a cél, hogy kipakoljam őket, úgyhogy az már nagyon-nagyon fasza lenne, hogyha legalább nem zságaból öltöznék, mert már megint nem is tudom, azt veszem fel, ami a zsák tiszeim van nyilván, általában fekete, tegnap nem fekete volt, kék pulcsit találtam, vagy a zöld pulcsimat találtam, úgyhogy palacsintát csinálok közben, az komoly. Ú, így húsvétkor ettem olyan palacsintát, raktunk bele tojá, tojást, meg sonkát, ilyen húsvét is sonkát úgy. Amúgy már nem azért, mert a fullos volt az a palacsinta. Szerintem jobb volt, mint a legtöbb palacsinta, amit ettem eddig nem tudom, szeretem az ilyen sós ö, dolgokkal megpakolt palacsintát, vagy jó volt. Iszonyú jó volt. Amúgy képzeljétek el, tányérjaim sincsenek. Szóval ezt, ezt, annyira kell elképzelni, hogy, hogy össze-vissza vagyok, hogy még tányérjaim sincsenek, mert odaadtam a a tányérkészletemet, és, és nem, nem, sikerült még sajátot szereznem azóta, úgyhogy, úgyhogy nincsenek tányérjaim sem. <laughs> Ez elég furcsán hangzik szerintem. A tányértalan egy donna. Hát ez ilyen. Ez most egy darabig ilyen lesz szerintem, hogy össze-vissza vagyok. Semmi sehol, se Úgyhogy, ja. Nem tudom, hogy annyira nem rajongom a palacsintáért, képzeljétek el. Most már látszik, hogy tök barna a hajam. Nem rajongom annyira a palacsintáért furcsa módon. Nem, nem a kedvenc dolgom, akkor már, hogy a palacsinta készül, akkor waffel legyen belőle sütve, nem? Ú, egy jó waffel, óristen. Egy jó waffelnál sos, sos sosincs jobb. Ö, úgyhogy, ja. Jó, én is imádom az édes sós fúzióját, nagyon jól tud belőle kisülni, ja, de nem lett megcukrozva sem a palacsinta tészta. Mi a kedvenc édességom? A tiramisú egyértelműen éjjel nappal tiramisú. Bármikor. Bár az sem édes igazából, mert nem szokták édesre megcsinálni. De amikor Rómában voltunk, akkor mindig úgy nézett ki, hogy hát édesanyám, ez most nem lesz felvéve. Szóval folyamatosan úgy nézett ki a dolog, hogy ö... tiramisú, 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 tiramisú. És mit kezd tiramisút? <laughs> Ott nem volt olyan lehetőség, hogy egy étteremben ne lenne tiramisú. Úgyhogy végigzaváltam az összes tiramisot, és a legjobb tiramis a spanyol lépcsőknél van egyébként, ott bent egy kis utcában. Hú, oda négyszer mentem vissza, volt, amikor kettő-három doboz tiramisút vettem, nagyon jó, jó volt. De ott olyan volt, hogy ilyen két utcás sorok álltak egyébként, majdnem elütöttek ott motorral is, meg ilyenek, de, de annyira jó volt ez a tiramisú, hogy hihetetlen azért megértem majdnem elüttetni magam, sőt, ez streamben is szerepelt egyébként, hogy majdnem elütöttek a spanyol lépcsőknél, az vittes volt. Kajag amúgy streamben benne volt, hogy majdnem elütöttek a spanyol lépcsőknél. Amikor tiramis újért mentem zabálni, enikőnél volt a kamera, és így mentem tiramis út zabálni. Durva. <laughs> Durva az is, milyen régen volt 19-ben a szemműtétem után. 18-ban megműtötték a szememet, és 19-ben mentünk Rómába. Idén lesz már 5 éve, hogy megműtettem a szemet, és nem vagyok szemüveges, annyira jó. Egy percig sem hiányzik a szemüvegem, megmondom őszintén. A napszemcsi az, az fasza, azt szeretem, de hogy látásra szemüvegkeljen, kell a halálnak. Úristen, nem, 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 nem. Nagyon fasz, hogy nincsen. Anya jó tiramis tud csinálni, négy doboz nem bír ki két órán. <laughs> nice. Nálunk nem tudom, nővérem tud egész jó tiramisút csinálni. Én is egész jó, de valahogy nem, nem olyan, nem olyan, mint a spanyol lépcsőknél az a tiramisú. Vagy Olaszországban bármelyik. Úgyhogy, ja. Kicsit elfelítettem a monitort itt a kameraállítatás közül, de egyébként ez már egészen faszányos ez a kamera kamerabeállítás, úgy nézem. Hogy ahhoz képest, ami volt, ez már, ez már egészen tűrhető tűrhetőbe nevezhető, nem? Szerintem egész fasza. Úgyhogy, a ja. Ingyen örök élet? Akkor spanyol épcsök, mi járunk, hozunk neked. Köszönöm szépen. Az a baj, hogy ezt mondják is, hogy, ö, hogy egy napnál tovább, nem nagyon tárold. Kontaktan csak egy kicsit egyszerűbb, mint a műtét. Hát kontaktlencsésztem is egyébként, és nem volt egyszerű, mint a műtét, illetve azért hagytam abba a kontaktlencsésztést, mert nagyon féltem valamilyen szemnyavajától. Ugye nagy számok törvény alapján először egyszer csak, egyszer csak elérkezik az, hogy ö, valami jó kis szemfertőzést kapsz, illetve hosszú távon nem is olcsóbb, mint a szemműtét. Jó, még lehet, nem tudom, mennyibe kerül egy hónapra kontaktlencse jelenleg mennyi lehet tízezer egy hónapra, a 120 ezer egy évre. Majdnem öt éve volt a szemműtétem, fél millió volt. Hát akkor már behozta az árát igazából. Akkor behozta az árát kontaktlencséből. Úgyhogy, ö, ja, nagyon változó napi használatúak drágábbak. Hát én napit, meg havit így felváltva használtam, mikor mi ugye, ha strandolni mentünk, akkor, akkor izé. Szóval ez alatt az öt év alatt be is hozta az árát, és 175%-os a látásom, illetve nem kell baszakodni vele. Ugye, és akkor a kontaktlencse mellé kifizeted még a kontaktlencse folyadékot is, hogyha havit veszel mondjuk. Úgyhogy nem olcsóbb egyáltalán a kontaktlencse, és nem egyszerűbb. Összesen 8 perc volt a szemműtétem, úgyhogy ha beküldött, hogy ugye, van még egy kis kólám, úgyhogy iszom. <laughs> 15 ken volt, de annyi is volt az a, az, a, az egy hónap. Uh -huh. Szóval egyáltalán nem egyszerűbb, illetve volt olyan, hogy becsúszott a kontaktlencse a szemgolyóm mögé. Na hát, most senkinek nem kívánom, az egy borzalmas dolog volt. Nekem csak azon hogy gondolom, hogy el. Csak egyszer lehet elvégezni, ami azt jelenti, hogy ha elkezd dromlani a szemet, akkor jöhet vissza a szemüveglencs. Ez nem igaz, hogy egyszer lehet. Ez egy általános feltevés, mivel nem mindenkinek olyan vastag a szaruhártyája, hogy lehessen többször műteni. Ha elég vastag a szaruhártyád, akkor többször is lehet korrigálni egyébként a szemedet, de hogyha jó a jó a szemedet sikeresen műtik, akkor viszont valószínűleg nem lesz szükséged soha többi a szemüvegre, csak közellátásra, és hogyha elég vastag a szaruhátjad, azt is korrigálhatják 60 év alatt. Úgyhogy, úgyhogy ez nem teljesen igaz, ez egy nagyon általános kijelentés, hogy nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy, ja. úgyhogy én nagyon-nagyon utáltam a szemüveget, és, és meg is szabadultam tőle az, hogy lófasz pénzem nem volt akkoriban. Annyi volt, amennyit elköltöttem szemüvegre, meg videókártyára, vagy, vagy szemüvítétre és videókártyára, ez ittes volt. Akkor átbeszélt engem a szemorvos, és nekem azt mondta, hogy nem is tud átfordulni a kontraprincsen. Ja, nem akart megijeszteni, de be tud csúszni oda, föl, át. Úgyhogy teljesen átfordulni valóban nem tud, de teljesen felcsúszni fel tud, úgyhogy nem éred el és az borzalmas a szemműtét amúgy nagyon flash nyugtas meg, kontaklencs, ami átfordult azóta meg persze utána kiszedtem kiszedtem, kurva nehezen, de kiszedtem nagyjából, egy fél óra síres taknyoményállam könnyem összefolyt közben, de kiszedtem onnan a kontaktlencsét. általában a szemorvos szokta amúgy kiszedni be kell menni a szemműtét meg olyan ugye, amikor a szarbuhártyádat lézerrel felvágják, és így fel... Elkezdik simogatni a szemgolyódat. Nem sokat érzel belőle, és ez így nagyon fura hangzik, de a szemgolyódat simogatják. Semmitét után mennyi idő, mire teljesen rendben jön? Hát nekem aznap este már tökéletes látásom volt. Szóval nagyjából három órán keresztül volt ilyen idegen érzés a szememben, és... És ja, ja, aznap este már uh, sorozatot néztem tévén, úgyhogy nem kellett szemüveg meg semmi. Ugye attól függ, hogy milyen kezelést választasz, hogyha drágább az volt a Fem nekem fentú volt, ugye az ilyen két lézeres uh, szemműtét. A PRK az a régi kezelés, az lehet, hogy három hónap is mire beáll a szemed. És az nem látsz rendesen, az nagyon-nagyon ijesztő -nagyon volt, és azért mondtam, hogy inkább kifizetem a drágábbat, de én ne szenvedjek. Uh, ja, nagyon jó itt is, szerintem nem voltál fényérzékeny. De, 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 de. Én előtt is fényérzékeny voltam, meg utána is, talán kevésbé lettem, utána már fényérzékeny egyébként, de három hónapig alapvetően minden honlapszöveget kellett hordanom, levettem minden monitoromnak a fényerejét is, úgyhogy ez, ez úgy nézett ki, hogy mindennek ment le a fényerejek kb. a nullára, és, is napszemüveg mindig és mindenhol. Télen vicces volt, napszemüvegbe jártam mindenhol. Nekem szerencsém van olyan kicsi a hogy nem tudnék hordani kontaktlencsét, mert speciális volt a szemem, de szerencsére azóta is én is megújítottam. Szerintem, úristen, nekem nagyon minőségi változás volt a kontaktlencsé és a szemüveg elhagyása. Tapasztalat éltem már hónapot kórházba, hát soha többé inkább itt halok meg. Hát, ja, van olyan... Fényezik, hogy sok fényevéssel lehet kapni? Igen, igen. Minél több fényt fogyasztasz, annál érzékenyebb lesz a szemed a fényre. Pontosan, ez, ez teljes mértékben így működik. Úgyhogy, ja. Na mindegy, úgyhogy... Úgyhogy azért alapvetően azt mondják az orvosok, hogy csak egyszer lehet szemet műteni, hogy nem másra számítson az ember, is ne azon is az mert nem mindenkinek lehet. Ugye. De én, én, imádom, hogy megújtettem a szemem. Ez illetve egyik legjobb egészségügyi döntése volt. Úgyhogy, ja. De már öt éve lesz. És meg mondjuk előtte is olcsó volt a kontaktlencsém. Most már szerintem elmondhatom. Képzeljétek el, unokatesóm. Ennyi a maximális romlás, amit lehet műteni. Bármit lehet műteni, kb. 24, mert a, nem, 24-től van a vakság, szóval 21-ig műtik, de 21-nél már nem vállalnak garanciát a fullos izére, nekem anyúnak és ójának volt 21-es a szem, és 24-től vak az ember, és neki leműtötték mínusz 3-asra a szemét, és utána beépítettek kontaktlencsét egyébként, teljesen beépített kontaktlencse, ami nem is kell cserélni meg semmi. És azóta úgy. Úgyhogy ja. nem tudom, neki a 21 est műtötték, fogalma sincs, hogy hányasig lehet műteni. Az. Nem tudom. Azt tudom, hogy az előző, mielőtt megmutatod a szemedet, előtte papírral kell rendelkezned róla, hogy két-három éve nem romlott sem ennyit a szemed, az fix, úgyhogy ja. És ugye az a rossz, hogy a kontaktlencse és a szemüveg sem tudja százszerzelékosra korrigálni a szemedet. A szemüveg nagyjából 80 százalék, a mínusz három jobban lát, mint a nulla? Nem, a nulla a jó. A nulla a tökéletes. Nekem mínusz hármas volt mind a két szemem. Mínusz hármas volt, hát azon már nem nagyon láttam egyébként. Az is már olyan, hogy vékonyítatnod kell a szemüvegláncsait, hogy ne nézzen ki, úgy, mint egy szódás szifon. Szia, Miki! Hogy telt a szülinapod? Ha belegondolok, hogy már lézerrel szemet műtelen, mi mihez kis olyan a filmekben. hát már létezik a legtöbb technológia, nagyon sok technológia létezik, inkább így mondom, ami nem elérhető ö, polgári felhasználásra, úgyhogy nem is gondolnád. Minusz 3 az egy közellátó, plusz azt jelenti, hogy távol vagy közellátó, a minusz a közel, a plusz a távol. Nem én aludtam eddig, hanem ti idejöltetted el fix. Amúgy se, szóval képzétek el, kurva jól alszom, mióta idejöttem. Szóval szombat óta nem tudom, hogy a fáradtságtól alszom -e ilyen jól az új hely miatt, mert csend van, vagy azért, mert elkezdtem vastabletát szedni, és ugye az segít az alvás zavaron is, de olyan kurva jól alszom azóta. Nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon-nagyon jól alszom azóta szerencsére, úgyhogy ja. Többet kell költözni? biztos, hogy nem. A mínuszos az, aki távolra nem lát, a pluszos az, aki közelre nem lát, jól. Úgyhogy, ja, nem tudom, nekem a mínusz 3 volt 17%-os a látásom, körülbelül. Ugye a szemüveggel nagyjából 80-90%-ra korrigálja a látást, a kontaktlencs 90-95%-ra tudja korrigálni a látást, de mivel nem gyártanak olyan kontaktlencséket, ami speciálisan a szemedre van, vagyis hát biztos jó pénzért olyat is, hanem ugye ezek a, a bézikek vannak szemüveglencsében is, meg kontaktlencsében is. Ugye ez a 1,25, 1,5, 1,75, 2,25, 2,5, 1 1 ,75, 2, 2 ,25 2 szóval ilyen lencséket csinálnak csak, ezért, ezért ugye nem lehet jól korrigálni a szemet illetve a kontaktlencs és a szemüveg nem tudja a szem egyedi fénytörési hibáit korrigálni. És ezért fontos, hogyha valaki szemműtétre megy, hogy egy olyan klinikát válaszol, akiknek van olyan berendezésük, ami a szem egyedi fénytörési hibáját ö, méri. Nem mindegyiknek van. Nem mindegyiknek van, csak... Hát amikor én műtettem 18-ban, akkor összesen három klinikának volt ilyenje. Szia, Miki! összesen háromnak volt ilyen gépezete, a többinek nem. Úgyhogy ja. Ezt, ezt figyelni kell, utána kell nézni, hogy miért választ melyik klinikát. Fontos. <laughs> Tudom, ez ilyen nagyon furán hangzik. Már kurvára utána jártam mindennek is, amikor a szemműtétem volt. Tényleg mindennek is utána jártam. Az egész világot átnéztem. Hát vissza kell menni első nap, szóval az rögtön következő nap, aztán van egy háromnapos kontroll, egy hetes kontroll, két hetes, egy hónapos, három hónapos és fél éves. Azt hiszem így voltak a kontrollok. Szóval ezt is olyan nyolc kontrollra kell visszamenned. De nagyon fasza volt, már másnap tökéletes volt. Mondjuk az durva volt, az durva volt, hogy ugye szemütét után szteroidos szemcsöppet kell használni, és én nem gondoltam, és nekem december 17-én műtötték a szememet, és nagyjából három hetet kellett szteroidos szemcseppet használni. Vagy négyet, hát nem is tudom már pontosan. És nem gondoltam bele, hogy hát szteroidra nem kéne alkoholt inni. Kemény szilveszter volt, maradjunk ennyiben. Kemény szilveszter volt. <laughs> ja, Néztem, hogy mínusz hármas az egyik másik három és mínusz három is feles, de nem szoktam, hogy nem tudnék máshogy élni. Aha. Hát ez ilyen, nem tudom, én is féltem egy kicsit amúgy a szemüveg elhagyásától, de, de nem bántam meg egyáltalán, úgyhogy nem, 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 nem kívánom vissza magamnak a szemüvegemet. De egyébként nekem nem mínusz hármas volt, mínusz 3-as a szemüvegem volt, az egyik mínusz 2,87-es volt, az egyik szemem, a másik meg fogalmam sincs, mert nem látod a hangokat, vagy mi. Hát aztán rendesen látom, hogy azóta rendesen látom a falnak a textúráját, a kis pöttyöket a falban itt teljes mértékben látom, ott már nem látom, de mondjuk távolról látok pici szövegeket, mit tudom én. De, ja, 175%-os a látásom, kurva jó az, az nagyon fullos. Előtte szemüveggel ilyen maximum 80-as, 85-ös volt, 85%-os. Úgyhogy ö, el nem tudjátok képzelni, mekkora a különbség. Amikor felkelsz, kinyitod a szemed és látsz. Ez ilyen tök alapnak kéne lennie egyébként. Gondoljátok el is, és nem. Nem úgy értem, hanem azt. Ja, hát az érdekes volt, maradjunk annyiban. Kéderek, Anni, Anis, tróp, szűrés és simítás, ja, minden be lett kapcsolva, bekapcsolta 4K ultra, nem tudom micsoda szélo, kerül elő. Felkezd, és nem kell szemüveg, hogy megtaláld a szemüveget. Amúgy kajak, az amikor a szemüveg kereső szemüveg kell már. Sass szemű van, de régen elhatoztam. Látni jó, így van, így van, látni jó. Sokkal jobb, mint mondjuk, én féltem tőle, hogy a sok hülyét látni fogom, és nem tudok kikapcsolni úgy a világból, hogy egyszerűen csak ne lássak is ennyi. Pedig az, az a, attól féltem, hogy a hiányozni fog, hogy csak ne lássam a világot, és homály fedje az egészen. De nem, nem hiányzik igazából, úgyhogy nincsen baj velem. Szia, Naja! Hello, hello! És szia, Zoli! Nagyon jó lesz, most már elpakolhatom a dobozaimat, elpakolhatom. Hát először ugye a zsákoktól szabadulok meg. Szeretnék jól látni. Hát drága. Drága. Drágába kerül a jó látás elfix, de megéri amúgy. Nekem kurvára megérte. Azt, azt, tudom, hogy... hogy kurvára, kurvára megérte. Igen, elköltöztem. Így már nem tudják, hogy hol lakom. Úristen, mit álmodtam, te jó ég! milliós tétel, nekem fél volt. Félmilliós volt. Hát 495 ezer volt a, a két szememre a szemműtét. Ezt a part egyet próbáltad már? Nem. Éppen nem. Pedig a világ szép, ha nem veszed figyelembe a hülyéket. <laughs> Úgyhogy ja. Én nem találnok rám a régi ismerősünk. Tervezem? Át. Nem tudom. Nem tudom. Azért költöztél, mert tudták, hogy hol laksz. Aha. Igen. Egy középiskola mellett laktam egyébként. Egy fiú középiskola. Már. Nem fiú középiskola, de többnyire fiúk jártak csak oda. Na jó, nem ezért költöztem el onnan egyébként. De vicces volt. Volt olyan, hogy rámordítottak az utcán. Donna! Nézem, el. Hello! Azért nekem majd elmondaná... de még nem tudom. Még nem tudom, egészen tetszik, hogy alig tudják páran a címemet. Így egész fán. Egészen mókás, hogy alig tudják páran a címem. <laughs> milyen hosszú már a hajam? Aztán mégis milyen rövidnek néz ki. Hát, Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy. most már megint kevesen tudják csak, hogy hol lakom. Hol lakozom. Így lakolok. Anyukem tudja. <laughs> a család tudja, hol lakom. Itt aztokna az új hét, vagy még fáradtabb a elindulsz a régi felé. Ö, nem indultam el a régi felé, igazából előtte is jártam ide. Mert a nővére még itt laktak, amíg nem lett kész a házuk, úgyhogy. Ö, Annyira nem újdonság, hogy ide jövök. Csak az, hogy itt lakom, az a furcsa, még. egyedül élek. Még mindig. Szeptember óta egyedül élek, úgyhogy. Majd elhíreztelünk 30-40 címet, és senki sem fogja tudni, melyik az igaz, és nem lesz benne az igazi sem, ugye? És nem lesz benne az igazi sem, remélem. Úgyhogy. Viszont meggyógyulni nem tudok. Meggyógyulni nem tudok, még mindig egy kicsit taknyos vagyok, meg meg vagyok fázva, már egy két hete szerintem. Egyszerűen lehet, hogy ez sok dolog, meg az állandó fáradtság, az állandó pakolás, meg nem tudom, ilyenek miatt. Ez a gyógyulás, ez, ez, nem igazán jön össze. Persze, hogy nem ez az. Franki, nagyon szépen köszönöm az első hónap feliratkozást. Köszi, köszi, hello -kám. Á, nem akarok semmilyen. Tehát majd, majd elmúlik az élet. Franki 443 feliratkozó. Én időjárás nem csodálom. Hát amúgy jön az a másik. De mert az kell, hogy működjön a dolog. Na mindegy, úgyhogy, és szia, Frankie. minden oké. Okay. Hülye kérdés, de nem hiányzik a hard mode. Ez tényleg hülye kérdés. Mit a Dana néveredet? Te ismerünk 8-10 történetet, de fogalmunk sincs, melyik az igazi, ha egyáltalán köztük van pontosan. Sosem lehet tudni, hogy melyik az igazi. Úgyhogy, ja. You're the whole world the show. Let's go tüdőgyulladás, na hát nekem ilyen szerencsére nem volt. Mert a költözés is az így elég nehézkes lett volna. Úristen, annyira várom az új kanapémat, srácok. Annyira faszán fog kinézni az új kanapém. Nagyon-nagyon király lesz. Nagyon-nagyon király lesz az új kanapé. Oh. Yes. Új kanapé. <gül> <gül> Jaj, nem, azt sem tudom, mi hol van rég, szóval össze-vissza áll az egész konyha, meg minden, meg még másik lakásból is hagytam dolgokat, el, el, el kell mennem. 6-8-7. 6 8, 6, 8 Nem jársz úgy, mint mi csúszott a kanapi másfél hónapot. Hát nem tudom, eddig, eddig, az eddigi tapasztalatok alapján, aki ott vett kanapét, azt mondta mindenki, hogy időben érkezett, szóval. Csak, csak csak, csak remélem, hogy, hogy a hat hetet próbálják becélozni, vagy a kevesebbet. Igazából, ja, ez Jóvá az 50 eurót, a kanapira nagyobb szükség lett volna. Hát igen, amikor az ember már eldönti, hogy meg akar vásárolni valamit, akkor rászente azt a pénzt, és, és, akkor elengedte, hogy az a pénz az, az átalakul valami mássá. De ja, ez így, ez így nagyon furcsa. Ez nagyon furcsa. Az, nyilván azért vetted meg, mert meg akartad is. Arra rá a lóvét. A lovettet. Úgyhogy furi. Furi, amikor csak így jóvá írnak valamit. Nekem is volt egy olyan fejhallgató, amit imádtam, szerettem, és nem tudták megcsinálni. Mert bezárt cég, miközben visszaküldtem javításra, és így én... én, én azt a fejhallgatót akartam. Én azt akartam. Na mindegy, még, még itt rendezkedni fogunk, meg ez a fal sem lesz ilyen szimpla sárga szerintem, majd meglátjátok. Karácsonykor nem volt vicces a nappali ürő garnitúra nélkül. <laughs> Júj! Jó, most nevetek rajta, de úgy szar lehetett, basszus. Mert Lilára nem, nem olyan lesz, mindegy, majd, majd lesz valamilyen, majd meglátjátok úgy is. Majd de meglátjátok meg a paravánsra lesz itt örökké, csak azért van itt, hogy ne legyen annyira vízhangos a téma, de szerintem így is egészen vízhangos még a szoba. Mert a fal festősztém? nem, nem festek falat. Eee, eh, tudod, ilyen fárasztó tűnik. <laughs> meg amúgy is mit festenék rá? Egy hatalmas polipor neon festékkel, de faszán neki új, nem akarok zöld falat, köszönöm szépen, utálom a zöld falakat, gyűlölöm. Az egyetlen zöld szín, ami elfogadható, az, az, az a szemszín. Rumos bombon, már elfogyott, igen. én <laughs> meg majdnem a bumbú is. Neked tetszik, mi úgy is nézzük, ennyi. Ha elnézel az ágy felé, akkor hallani a visszhangot, de amúgy jó. Na, az király. Az finom. Most csak te látnád. <laughs> ja. Pedig a boldog kicsi fák biztos örülni? Nem, nem kellenek boldog kicsi fák a falamra, köszönöm szépen. Majd eldöntöm, hogy mi lesz a falon. Fenn a falon, fenn a falon van egy kicsi bolha. Tettek <laughs> róla, hogy elfogyjon. Hát, nagyon még nem fogyott el teljesen. Van belőle. <laughs> még van belőle. Fincsi, így de majd nem. Van valaki mögöttem, az csak én lehet. Az csak az egóm. Nem kell aggódni, az csak, az csak a másik énem. Én vagy az egóm, vagy valamelyik ilyen fajta kimenetem. Elkérdem, ennem ennem, a el kéne mennem, mennem a hajfestésre, mert nagyon kifakult a hajam amúgy. Meg le is nőtt elég durván. Meg <laughs> mindig sok hajam van. Jó van akkor. Fenn a falon, fenn a falom van egy kicsit. Csipol, ha... Amúgy azon gondolkodtam, hogy itt fogom, és ezt a csíkot így, így kifehérítetem. Hogy ez, 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 a része itt a hajamnak full fehér legyen. az hogy néz neki? jó, már ez már nem. Így. Ezt a csíkot így full fehérre. Nagyon menő lenne, és akkor ilyen feles frufruval. Nem úgyis le akarom majd vágni itt a hajamat, mert már túl hosszú elől. Szóval ez, ez így nem normális már, hogy ez a fruktum. Ennél <laughs> kicsit rövidebb volt, majd levágom aztán. X-Men vadóc style. Hát az már az már magától is alakul az X-Men vadóc style, látod? Ott van. <laughs> az már magától is ott őszül. Úgyhogy ez az, azt még csak erőltetni se kell amúgy nagyon durva, hogy az, az ott tincsben őszül, az, az brutális szerintem. Szia, hó, Az brutális, hogy így őszülök. Nem tudom, most olyan kényelmesen ülök amúgy a gépnél, nem tudom, hogy mit változtattam. Valami a szék magassággal, vagy a karfa magassággal, de kényelmesen ülök itt. Most vagyok én ennyi idős koromra, mint te vagy, kopaszodtam meg. Ú, én nem akarok megkopaszodni, köszönöm mer a a ütöttem, hogy a végén az anyukájának lesz egy ősztintse elől, alól. Az nem egy őszhajszer, csak melír nem, ez ősztincs. Milyen az új ketszó, szóval faszal. Nagyon faszal, sokkal csendesebb, mint az előző. Még furcsa, még be kell rendezni, még el kell pakolni. Még fel sem fogtam, hogy itt vagyok. Vagy amikor már minden így a helyén van, és ugye a mindennapjaimat élem, tudjátok, majd akkor lesz ilyen... ilyen. Belefogós a dolog, ez jajzi! Ne, én nem. Én nem költöztem meg, csak átfestettem a falat és visszaköltöztem a heloszobába. <laughs> Amúgy se szereti, ha hozzáérnek vadósz, mert hozzáérni nem egy életbiztosítás, teljes mértékben én vagyok a vadósz. Én nem üvelteszem, fura, hogy nem a szomszéd szóval nagyon-nagyon furcsa. Úgyhogy... Én tudom, amikor először költöztem, akkor volt kb... Három doboz tudtam, abból az egyik kávéfőző volt, meg két, két zsák ruhám is, ennyi, meg egy kanapém. Ez volt az első költözésem, de mostanra sajnos. Mostanra sajnos. Túl sok tudsz. Túl és sok egy fel kellett volna venni a hangokat, és néha lehet, hogy könnyebben menjen a szokás. Ja, 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 meg amikor a szomszéd tüsszentet és álltam, hogy egészségedre most meg semmi ilyesmi. Törnyű. Borzalmas. Tényleg nem közteszi, látszik a green screen a háttérnél. Hupsz! Azért, azért zöld itt az arcom, tudod, mert kicsit megvilágítja a green screen és azért van ott azóta az a fásli, meg az a midi kontroller, mert basztam elrakni, amikor fotóztam tudod, és, és ez is ilyen zöld háttér igazából, teljes mértékben le vagyok bukva úgyhogy, most meg már basszus, annyi cuccom van szörnyű, főleg konyhai eszközök, de igaz, hogy örököltem a legtöbb konyhai eszközömet Nekem volt egy villám, meg egy kanalam. És így az XM-nek az X-étől örököltem ilyen e -e, evőeszközöket. Szóval értitek valahogy? Valahogy már az enyémek. A zöld hátteres, hogy ne? Nincs is sok cucca. Szerintem ez rengeteg cucc fix. Lehet, hogy nektek nem sok, de nekem rengeteg. Hát amikor amikor költöztünk Kajdasról Budapestre, összesen egy zsák tudtam volt, és ennyi. Ahhoz képest ez rengeteg tud. Nem volt semmi tulajdonunk. Mindegyik, mind a hárman egy zsák tudtal rendelkeztünk, és ennyi. Én most négy és fél szobában lakom, és fogalmam sincs, hogy fogok költözni. Mi a halál? Az rengeteg tud. Tud. Hát bögréből sosem elég, én azt mondom bögréből sosem elég. Most sem. Több kéne. Többé -e kell egy többi -e bögre. Végtelen mennyiségű bögre, mert végtelen mennyiségű kávét iszom, és baszok mosogatni minden nap, úgyhogy ez ilyen. Pohár nem feltétlen fontos, lehet én így abból is. De bögre kell a kávé miatt, tudod? Azért annyira nem egészséges, hogyha így a kávé gép alá dugod az arcodat. Állítólag forró. többet is kell mosogatni. Jaj, mosogasson a halál. Szerenné van egy csomó bögrénk, talomba adok szívesen. Jaj, nem, nem, nagyon sok bögrém van. Tányérból viszont egy sincs. Úgyhogy majd tányérokat kell szereznem. Amúgy az mekkora. Hát akkor oda költözünk Dávidhoz. Egyedül lennék, én sem mosogatnám. Csak itthon szoktam segíteni benne. Nem kell mosogatni, ha ugyanazt teszem. <laughs> hát egy idő után azért nem árt. Nálunk is tizeddelik a csajok. Ja nem azért, mert odaadtam a nővéremnek a tányéreimat. Ez a veszel csak. Az ugyanúgy nagyon unalmasan hangzik. Mosogatógép az nincs. Soroksárra hajrá. Fix. A soroksári úgy, vagy soroksár nem ugyanaz. Nem értem, miért nem találták még ki, hogy ki meg bepakolja magát. Ugye? Ugye? Ja, szerintem úgy hívják, hogy ö, házvezetőnő. Ma is jó a hajam, csak megfésülködtem. <laughs> Na mi zuhányzik? Mi a hézag? Mi a terv? Lakáson kicsi, de bútor kiállítás van. Az előszobában van egy nagy ruhány szekrény, cipős, a stb. mellett van egy cipőszekrény, konyha fel a bútor, nappaliban is van legalább négy bútor. Nekem is sok bútorom van. Van egy csomó felesleges is szerintem látszik elő. Ja, az mekkora lenne, hogyha lenne ilyen varázspálca, és így híre elő, varázsorvosára, hogy nem vagyok a dolgokat. Ezt jól megmondtam, ugye? És nem nekem kéne kipakolni. Jaj. Hú. Хочу всех снова. We can do it all on our own. Hát ha nekünk költözni kéne, az olyan lenne, mintha a könyvtár költözne, annyi filléres könyvünk van mindenhol, bár 900%-át első olvastam az ilyen, de az ember könyvet nem dob ki, szóval... Igen. Ez, ja. Minden Mindenki tud varázsolni, csak senkinek sincs marája. <laughs> érdekes hozzáállás viktor. nagyon nagyon érdekes hozzáállás is. Még akár lehet is benne valami. Teljesen jó a putterék most katja magát a tudsz teleportálni. Mi a? mennyire jó lenne. Mennyire jó lenne? Csak ennyi lenne. Oh én is akarok. Én is akarok varázs erőt. Mondjuk van, én boszorkány vagyok, de sajnos ezzel nem lehet elmosogatni ezzel a fajta boszorkánysággal, ami nekem van. Sajnos ez nem így működik, pedig elég menő lenne, hogyha így működne. Rip légitársaságok. Azt a az rengeteg könyv igazi antikvárium vagytok. Akkor engem már tuti elátkoztál. <laughs> Varázserűvel költöztető vállalkozást kellene indítani, hogy mekkora lenne, úristen! Csak így felvarázsolni mindent, és kipakolni. Így öt perc alatt milyen jó pénzt fizetnének azért, nem? Mekkora lenne, nem kellene dobozok, csak minden átvándorol a levegőben. Lehet, hogy akkor ilyen légiforgalmi engedélyt kéne kérni rá. <laughs> Légi forgalmi engedélyt kell kérni rá a költöztetésre. Hát, én nem tudom, én könyvet nem adok senkinek. Kölcsön se, meg semmi. Most is olvasok. Szerencsére, ne hát nekem nincs annyi könyvem, de fizikai adatfordozón vannak játékaid amiket kiraksz polcrám. Mm, most már csak a Diablo dobozaim vannak. Csak a Diablo dobozaim. Nem kéne akkor annyit cipekedni. Így van. Régen voltak vavos dobozaim is, de most elajándékoztam költözésnél. Úgyhogy... Úgyhogy ja, már nem nagyon akarok ilyen dobozokat kirakni, megmondom őszintén. Aztán amikor megérkezik a doboz, és el van kenődve egy Ez pedig jó. Igen, hangos, megmondom, kérjük, csatolják be a és maradjanak a helyükön. Valahol épp költözés az Ez Száz könyvem van, majd és Saját vásárás? Nem. Ja, nekem digitális a ps Digitális, úgyhogy nem is érdemes lemezes verziót venni hozzá. E Sziasztok! te Egyszer vállaltam és egy barátom, nem esett nagy házában betolatott a lépcsőfordulóba egy kaktuszba. Egy órán egyszerették a seggéből a tüskét, be is csődöltünk. Úristen. Adtam kölcsönkönyveket, Képzeljétek el, én egyszer, vagy mi? Mert a növény meg ez a közös könyvünk volt. Kölcsönadtuk a Démonvilág sorozatot. Az Darán a démonviláge, mindegy. És a csaj, akinek kölcsönadtuk, berakta az asztalára a sarokba, jó asztalára, és képzeljétek el, aznap este kiége, vagy fel, felgyulladt a ház, és csak az a sarok égett ki, ahol a mi könyveink voltak. És amikor fizetett a biztosító, akkor megvásárolta nekünk újra a könyveket a múny, szóval rendes volt, de az ilyen nagyon fura dolog volt. És ugye mindig borító nélkül adtuk kölcsön a könyveket, úgyhogy, úgyhogy dupla borítónk van azokhoz a könyvekhez otthon. <laughs> nagyon durva. Az nagyon durva, hogy kölcsön adta a nővérem, és így aznap kigyulladt ott a sorok. És csak az éget lesz, de szóval nem éget háznak, semmi. Még nem olyan fajta boszorkány, persze. Ö, nem olyan fajta boszorkány vagyok. Esküszöm, esküszöm, semmi közöm a boszorkánysághoz. Egy Warcraft könyvet adtam kölcsön, ami már nem lehetett kapni, sehet, első nap pofer esett vele a latyakból. Aztán Ö, nem szabad, nem szabad kölcsön adni semmi könyvet, soha. Soha büdös életben nem szabad kölcsönadni könyvet. Azóta ezt megtanultam, és soha senkinek. Hitelesen lepődtél meg rajta. Hm? Azért valami, hogy megpróbáltad hangosan felolvasni az egyik gyógyszeres és doboz elnévű szöveget. Hydroxypropietrimodium klorid. Soha semmit nem szabad kölcsönadni. Amúgy ja, van benne valami. Van benne valami. Nem szabad. Csak kapod vissza. Nagyon ritka, hogy visszakapod. Kölcsön adok könyvet, de még véletlen se jöjjön vissza. Akkor te fehér boszorkány vagy, vagy inkább szürke? Nem mondom el. <laughs> Engem fájdalom, hogy a múlsas sorozató csak az első rész. Nem tudom, és sok egy játékot akartam kijátszani, ma állítólag jó történt. Ah, hajrá! Igen, azt is a második Eragon részt nyelte be egy évfolyam társam. Nálunk megvan az összes. <laughs> Szia, Normi! Warcraft 3 CD-met. Uuu, az csúnya! Az nagyon csúnya. Az nagyon-nagyon csúnya. Én nem adok kölcsön semmit. Nem tudom, az ilyen fura dolog? A hajszín mindig a névadó, szóval a Barna Danna Mágus vagy. ősz Danna, de mert őszülök, ez már a szürke gonddal a boszorkány nagyon gonoszak, úgy tudom. <laughs> nem tudom, én nem vagyok boszorkány amúgy. Deres Donna, mi van most már a trónok harca? Ez most már a trónok harcába kezd átmenni. Érdekes, ez Hát, Donna. Hát úgyis unalmas vagyok. Na, nem boszorkány, na. Erikson próbálja, próbál megmenekülni az átoktól. <laughs> ennyi. viszok egy picit, valamit vennem kell inni, mert nem tudom, vagy valahol poharat kereslem, dolgok, történések, elérési útvonalak, ugye már. Mert... jó bolcás van, amúgy. Nézzük meg, lebege a vizen. Nem, elmerülök, eskü. Elmerül a keskü. Most adtam -nek DVD DVD wow. egy DVD lejátszó. DVD lejátszó? Wow. Egyszer játszhatunk már is, is. annak kijegyti az első nevét, fixen kiesik. Nem, nem, boszorkány. Nem vagyok boszorkány! Na francba, lebuktam. Engem GK változtatott, de már elmúlt. De eskü nem vagyok boszorkány. Uah. Kire a ideg is? Na mindegy. Nem igaz, nem tudni, hogy merülsz-e, nincs kád. De hát voltam már medencében, meg ilyenek. Floppy lemez készlet is ment vele. Na jó, azért annyira nem régi. Berepett a képen. Na jó, van el már, Erikson. Gyere, berekszünk! Egy vér, egy blaha. elvizelt a legről is ide fent adjon. De hát abban halak basznak. De hát abban a halakbasznak. Dead Island 2, várható-e? Hát, még az is előfordulhat, hogy lesz Dead Island 2. Jól hangzik, őszintén szólva, úgyhogy. Meg kakillak a bálnák, hatalmas bálnak a sok bálna a tengerekbe. Ki, gondol, ki gondolkodott el, hogy a bálnak léteznek, és a tenger súlságának köze van egymáshoz? Jaj, igen, ezt olvastam már én is, ezeket a fasságokat, Bence. Do the whole world and the show. let's go. Ennek volt egy néni, aki közölte, hogy azért nem iszik csapvizet, mert abban a halak van. Hát nem, nem tévedett igazából akkor át, hogyha belegondolsz. volt egy nagyon érdekes teória King Kongnak a pénisz méretéről is. Azt olvastátok? Néztél Star Wars? Miért ne néztem volna? Hát a kedvenc színészem Even McGregor. Mióta láttam a Phantom Menu-t, azóta ivön meg a Numero Uno. Számomra. Persze minden este megnézem. Nem, nem lesz Judy Survival. Itt olyan klóros víz, hogy akár a medencéből is szűrcsolgálhatnék. Fúj! Klóros vízen nem faszza. Let your voice explode. We can do it all on our own. Amúgy itt jobb a kamera, srácok. Mi a verdikt? Mi a verdikt a dologról, hogy jobban sikerült eltalálnom most a kamera színét, mint tegnap? Vagy... Mert amúgy tök más beállított... beállítások kellene Kicsit őszít, de hát ilyen ősz vagyok, baszki. Az arról nem, nem a kamera tehet, hanem a hajam. Tipikus hmm. jó fiú, mikor jós, azért, rosszat játszik és hát igen. Megy mindig. nem az. Természetesen most a színe jobb szerintem. A fal színe is sokkal jobban kezd hasonlítani. A mikrofon nem valami jó, rossz van, szerintem nagyon belóg. Eh, az sajnos így. Így lehet megoldani legkényelmesebben a mikrofont, szóval. Ez, ez, így fog belógni szegénykém. Nem baj, nézitek a mikrofonomat. Az a baj, hogy ilyen low profile kéne hozzá, akkor hogy ne lógjon be, vagy alulról lógjon be. Jobb lett a színbeállítás. Képzeljétek el azért, mert a másik ö, lakásban a színtelítettséget fel kellett húznom kettesre, hogy valami színe legyen. Most meg le kellett tennem mínuszba a színek telítettségét, hogy normális színek legyenek. Szóval, hogy normális színek legyenek, le kellett húznom a színek telítettségét is így. Nem értem, de mindegy, most mínusz kettőben van a telítettség. De így meg narancssárga, legalább a narancssárga. Tiktakos doboz. Ennek kurva jó színe van. Hát van fény, Ö, majd, majd elmúli. Ennek is tök jó színe van, olyan, mint eredetiben hajamnak is szerintem olyan színe van, mint Igen, az izót is lejjebb húztam amúgy. Az izó is lejjebb van húzva, úgyhogy nem értek hozzá, nem vagyok streamer, csak kukkoló. Hm. Na én egy furcsa, még állítgatom majd, mert biztos, hogy kelleni fog, de most az így jelenleg egészen király. A, az izót ledes? Hát kilájtom van. Igazából azon lehet állítani a színhőmérsékletet. Úgyhogy az nem, nem, az a probléma, Azért a kamera módja kellett, hogy állítódjon. Világosabb az új kecó sokkal, igen, igen. Amúgy nem tudom, annyira nem, látsz, nem látszik a szemem alatt az elszíneződése. Izóra gondolt. Ja, Istenem, nem, nem jött át. Tényleg nem jött át. Nem is annyira látszódik, hogy el van színeződve a bőröm a szemem körül. Nem tudom, kicsit másabb. Nem? Olyan, mintha egészen normális lennék. <laughs> Olyan, egészen normálisnak nézek ki, ez nagyon furcsa, így. <laughs> ez szinte hihetetlen. Ki Hi hiszi el? Délután mi a terv? Délután Sherlock Holmes-hoz fogunk. Most, ha összevarakva a bútor, tegnap Tegnap azért maradt el a délutáni stream, mert nagyon benne voltam a bútor összerakásban, és most már minden össze van rakva, úgyhogy már csak el kell pakolni. Úgyhogy az nagyon király, azt meg már meg lehet csinálni. De hát, tegnap is fél nyolcig még bútort szereltem. Nem, ma nem marad el már nincsen több bútorom jelenleg, amit összerakhatok. Rég mondtad, találkozunk délután tegnap. Hát igen, aztán nagyon benne voltam, milyen kettő órakor, Elkezdtünk szerelni, nagyon benne voltam, muszáj volt megcsinálni. Tényleg, a Kamu streamer lemondja Danna programját. Ja, a Kamu szarházi... A sorházsi... Na mindegy, úgyhogy, uh, úgyhogy lesz, lesz most fixen, nem fogom lemondani. Bocsánat, srácok, nagyon össze-vissza, és nagyon káosz ez az egész költözéses téma. De hát előbb-utóbb majd helyre rázódik itt minden meg a helyére. Addig sajnos. addig sajnos ez. Ne, nem tudom megjósolni, hogy ő, mi hol, mikor, mennyire, miért. Káosz. Káosz! De az első az, hogy rendben legyen így az élettér. Ö, már van Project Zomboidon, majd akarok játszani a nagy kulacs? Az még a másik lakásban van, azt még nem hoztam el. Amúgy valószínű pár hét is, akkor faszányos lesz minden. Hogy mi? Hát az még a másik lakásban, van, majd áthozom. Majd át fogom hozni, nem kell aggódni. Vá, kirázott a hideg. Let's go! Na jó, srácok, viszont elköszönök, legyetek jók, délután találkozunk, most fixen találkozunk délután, úgyhogy, oh, addig visz, lát, pepes, köti kési,